Sziasztok, én Peti vagyok, és ma a Ceylont fogom bemutatni nektek. A Ceylon egy könnyen tanulható családi játék, amelyben a teaültetvényeinket kell menedzselnünk, a többiek eszén túljárva okosan elhelyezni azokat, miközben jó kapcsolatot ápolunk a körzeti hivatalnokokkal, és igyekszünk a legtöbb szerződést teljesíteni. A doboz tartalmaz egy játéktáblát, 4 játékos táblát, 32 ültetvénylapkát, 9 különböző méretű szintlapkát, játékos bábút, korongokat és ültetvényjelzőket 4 színben, 40 teajelzőkockát 3 színben, pénzjelzőket és technológia lapkákat, 46 akciókártyát és egy kezdőjátékos jelzőt, 20 szerződést 5 különböző típusban, illetve körzetbónusz, hivatalnok és kezdő bónuszlapkákat. A játéktáblán 4 körzet látható, mindegyiket egy-egy hivatalnok támogatja majd. A körzeteket a folyó határolja, amin gond nélkül tudunk majd átkelni a játék során, mindössze jelzésértékkel bír majd. A játék előkészítésekor az 5 nagyméretű szintlapkából helyezzünk le 4-et, egyet-egyet körzetenként, véletlenszerűen. Ezek után a 4 kisméretű szintlapkát tegyük ugyancsak véletlenszerűen a nagyméretű lapkákra, így létrehozva a domborzatot. Keverjük meg a hivatalnok lapkákat képpel lefelé, majd helyezzünk el egyet-egyet a 4 hivatalnok mellett található helyükre, képpel felfelé. A megmaradt lapkákat tegyük vissza a dobozba. A játék során ezek fogják jelezni a különböző körzetek bónuszait. Két játékos esetén a 4 körzetből csak 3 lesz játékban. Keverjük meg az akciókártyákat is, majd tegyük őket a táblán jelzett helyükre, képpel lefelé húzó paklit alkotva. Keverjük meg a szerződéseket is, majd helyezzük ezeket képpel lefelé a vonat végén található vagonra, majd húzzunk fel 3 szerződést és helyezzük el ezeket képpel felfelé a megmaradt 3 szabad vagonra a vonaton. Tegyük le a 4 körzet bónuszlapkát is egymásra pakolva képpel felfelé, csökkenő sorrendben. Majd a technológia lapkákat is tegyük a technológia sáv fölötti helyükre. Ezek után képezzünk egy mindenki számára elérhető közös készletet az ültetvénylapkákból, a rúpiából, vagyis a pénzjelzőkből, illetve a teajelzőkből a tábla mellett. A dobozban találunk még egy összegző lapot a szerződésekhez is, ezt is tegyük ide. Minden játékos kapjon egy saját játékos táblát, a saját színében egy játékos bábut, korongokat, illetve ültetvényjelzőket, utóbbiakat pedig helyezzük el a táblánkon jelölt helyekre. Helyezzük el a saját korongunkat a pontozósávon, majd kapunk 15 rúpiát a bankból, illetve egy fekete teajelzőt. Ezek után minden játékos helyezze el az egyik korongját a technológia sáv alatti mezőre. A kezdőjátékos korongja legyen legfelül, a többieké pedig órajárás szerinti sorrendben alatta. A kezdőjátékos az lesz, aki a leggyakrabban szokott teázni, ő megkapja a kezdőjátékos jelzőt is. Kezdésnél minden játékos válasszon egy alsó, nulladik szintű hexát, ahol elhelyezzük az első ültetvényünket, tehát ne valamelyik szintlapkára tegyük azt, majd jelöljük meg egy saját ültetvényjelzőnkkel, amit mindig a játékos táblánk bal szélső foglalt helyéről veszünk majd el, így folyamatosan szabadítjuk majd fel a helyet a teljesített szerződések számára is. Fontos, hogy minden játékos különböző körzetekbe helyezze le az első ültetvényét. Végül minden játékos húzzon 3 kártyát a pakliból, és kezdhetjük is a játékot. A Ceylonban, a körünk elején, a kezünkben lévő 3 akciókártya közül kell kiválasztanunk egyet, majd az azon található 2 fő akció, vagy a kártya közepén található 2 alternatív akció közül kell választanunk egyet. Utóbbiak minden kártyán ugyanazok. Ezen kívül végrehajthatunk egy extra akciót is a technológia lapkánk segítségével, ezt később fogom részletezni. A körünkben, miután kiválasztottunk egy akciót az egyik kártyánkról, tegyük le azt képpel felfelé a húzópakli melletti helyére úgy, hogy vagy az általunk választott fő akció legyen felül, vagy az, amiből ki akarjuk zárni a játékostársainkat, ha a kártya közepén található alternatív akciók egyikét választottuk. Ugyanis az általunk lehelyezett kártya alsó részén található fő akciót, vagy a 2 alternatív akció valamelyikét sorrendben a többi játékos is végrehajthatja a körünkben. A kártyát úgy forgatjuk, ahogy szeretnénk,
Mi mindig az ide, az egy üres pont alá eső fő akciót, vagy a két alternatív akció valamelyikét használhatjuk. A többi játékos pedig mindig a három teli pontos szimbólum fölé eső fő akciót, vagy szintén a kártya közepén található két alternatív akció egyikét használhatják. Miután minden játékos az óra járásával megegyezően sorban választott egy akciót a kártyáról, a kártyát kijátszó játékos húz egy kártyát, hogy újra három legyen a kezében, és a következő játékos jön. A kártyák az alábbi főbb akció lehetőségeket tartalmazhatják. Ültetés, betakarítás, kereskedés, szerződés egy hivatalnokkal, technológiai fejlődés. Ezen kívül pedig vannak alternatív akciók, amelyek minden kártyán szerepelnek és bárki által választhatóak. Ezek a lépés és a jövedelemszerzés akciók. Ültetés akciónál először is be kell fizetnünk 5 rúpiát, majd tegyünk le egy ültetvénylapkát a játékos bábunk alatti szabad mezőre, ezt pedig jelöljük meg egy saját színű ültetvényjelzőnkkel, amit a játékos táblánkról vettünk el. Fontos, hogy az ültetvényjelzőket mindig balról jobbra haladva vegyük le a táblánkról, illetve akkor is ültethetünk egy mezőre, ha egy másik játékos bábúja is ott van. Ha az összes körzetbe tettünk már le ültetvénylapkát, akkor vegyük el a legfelső körzet bónuszlapkát, és azonnal lépjük le a rajta található pontszámot a pontozó sávon. Ezt egy játékos csak egyszer teheti meg a játék során. Betakarítás akciónál te a jelző kockákat vehetünk el a készletből az alapján, hogy hol áll a játékos bábunk. Leszüretelhetjük ugyanis azt az ültetvényt, amin a játékos bábunk épp áll, és azokat az ültetvényeket is, amelyek ezzel szomszédosak. Mi dönthetjük el pontosan, mely ültetvényeken akarunk ezek közül betakarítani, de az alábbi szabályokat figyelembe kell vennünk. A tea jelző színét az fogja eldönteni, hogy az éppen leszüretelt ültetvény milyen magasan, milyen szinten van. Ha ez a nulladik szint, akkor egy fekete kockát vehetünk el érte. Ha ez az első szint, akkor egy zöldet, és ha az ültetvény a második szinten van, akkor egy fehér tea jelzőt vehetünk el érte a közös készletből. Leszüretelhetjük egy ellenfelünk ültetvényét is. Ebben az esetben viszont az ültetvény tulajdonosa azonnal kap egy győzelmi pontot is. Alapvetően maximum 5 tea jelző fér el a raktárunkba, ha ezt a számot túllépjük, az akció végrehajtása után el kell dobnunk annyi tea jelzőt, hogy újra 5 legyen. Kereskedés akciónál teljesíthetjük a vonaton található 3 aktív szerződés egyikét. Ekkor fizessük be a raktárunkból az ott feltüntetett színű tea jelzőket, majd megkapjuk a lapkán feltüntetett rúpiát, vagy győzelmi pontokat a választásunk szerint, de mindig csak az egyiket választhatjuk. Ezután helyezzük a szerződést a hátlapjával felfelé, a játékos táblánk szabad helyére. Szerződést kizárólag csak akkor teljesíthetünk, ha azt utána el is tudjuk helyezni a játékos táblánkon. Nem blokkolja a helyét egy még le nem helyezett ültetvényjelzőnk. Az azonos számmal ellátott szerződéseket pedig mindig egymásra helyezve tároljuk. A szerződés egy hivatalnokkal akciónál először is fizessünk be 5 rúpiát, majd helyezzük el egy saját színű korongunkat annál a hivatalnoknál, amelyik körzetben épp tartózkodunk a játékos bábunkkal. Innentől kezdve ugyanis használhatjuk az adott hivatalnok képességét. Itt például minden kereskedés akciónál kapunk 2 extra rúpiát még akkor is, ha a győzelmi pontokat választjuk. Itt pedig 5 helyett már akár 6 tea jelzőnk is lehet a raktárunkban. Egy hivatalnok mellett minden játékosnak csak egy korongja lehet, így mindenkinek lesz lehetősége kihasználni az általuk nyújtott bónuszokat. A technológiai fejlődés akciónál először fizessünk be 5 rúpiát, ezek után az aktív játékost kivéve mindenki vegyen ki 1 rúpiát a közös készletből. A saját színű korongunkat toljuk egyel feljebb a technológia sávon, és vegyünk el egy technológia lapkát is. Ha a sávon elértünk egy ilyen plusz 5 győzelmi pont jelhez is, akkor azonnal lépjük le azt is. Az itt szerzett technológia lapkákat innentől kezdve bármikor felhasználhatjuk a saját körünkben arra, hogy végrehajtsunk egy tetszőleges fő vagy alternatív akciót a kártyán választott akció mellett. Ekkor vissza kell tennünk egy technológia lapkát a táblán jelölt helyére, majd választhatunk egy tetszőleges akciót, ha van költsége, ugyanúgy ki kell azt fizetnünk, és végrehajthatjuk azt. Ezt a saját körünkben tehetjük csak meg, és kizárólag egyszer egy körben.
A két fennmaradó, alternatív akciónk egyike a lépés. Ekkor mozgathatjuk a játékos bábunkat. Az első lépésünk ingyenes, a következők pedig mindig egyel többe kerülnek, mint az előző, tehát a második lépésünk már plusz 1 rúpiába, a harmadik lépésünk pedig plusz 2 rúpiába fog kerülni. A lépéseinket sem a körzetek közötti folyók, sem a különböző szintek vagy ültetvények nem befolyásolják. A másik alternatív akció lehetőségünk pedig a jövedelemszerzés, ekkor egyszerűen csak elveszünk 2 rúpiát a bankból. A játék kétféleképpen érhet véget. Ha az egyik játékos lehelyezi az utolsó ültetvényjelzőjét is a táblájáról, vagy ha valaki elhúzza az utolsó akciókártyát is a húzópakliból. Ekkor a játékosok a fordulót még befejezik, hogy mindenkinek azonos számú köre legyen a játék végére, majd pontszámítás következik. Pontokat fogunk kapni a megmaradt pénzünk után, de csak akkor, ha van, illetve a különböző körzetekben található ültetvényjelzőink után, ha az adott körzet hivatalnokával már kötöttünk szerződést korábban, és legalább egy saját ültetvényünk található ott, illetve a technológia sávon elért pozíciónk alapján is. Ha itt több korong is egymáson van a játék végén, akkor felülről lefelé számítjuk a sorrendet, illetve aki egyáltalán nem indult el ezen a sávon, az itt sem fog pontot kapni. A pontozásnál az adott részeknél első helyen végzett játékos mindig 10, a második helyen végzett 6, a harmadik helyen végzett 3, a negyedik helyen végzett játékos pedig 1 pontot fog kapni. A megmaradt pénzmennyiségen, a 4 körzeten és a technológia sávon kívül még a teljesített szerződések után is pontokat fogunk kapni attól függően, mennyi különböző típusú szerződésünk van. Tehát mivel nekem a játék végén 4 különböző típusú szerződésem van, 10 pontot fogok kapni ezek után. A legtöbb pontot szerző játékos győz, döntetlen esetén pedig itt is a technológia sávon elért pozíciónk dönt. Alapvetően szeretem a részben vagy egészben területfoglalós játékokat, ezért is keltette fel az érdeklődésemet a Cylon. A tematika rendkívül barátságos és remekül illeszkedik a játék mechanikájára. A véletlenszerűen elhelyezett szintlapkák miatt nem lesz 2 ugyanolyan térképünk, és az, hogy a betakarítás ezekhez a szintlapkákhoz kötött, zseniális húzás, komoly verseny alakulhat ki egy-egy értékesebb helyért. A körzetenként változó hivatalnok lapkák ráadásul egy plusz csavart is belevisznek a dologba, hiszen könnyen lemaradhatunk az ezek által felkínált extrákról vagy a körzetbónuszlapkákról, ha csak az optimális teatermesztésre koncentrálunk. Plusz az, hogy betakaríthatunk akár egy másik játékos ültetvényéről is, szintén érdekes döntések elé állít majd minket, hiszen bár pillanatnyi előnyhöz juthatunk ezáltal, a lapka tulajdonosa győzelmi pontot kap majd miattunk. A játék egyébként nagyon pörgős, gyakorlatilag nincs benne holtidő, plusz csodaszép, jó ránézni és kiválóan hozza a gyarmati idők hangulatát is. A komponensek gyönyörűek, a doboza is figyelemfelkeltő és remekül illusztrált, igazi ékkő lehet a polcon. Bár jelenleg nincs hozzá elérhető magyar fordítás, az angol szabály tisztán, érthetően fogalmaz, nagyon könnyű eligazodni rajta. És én is igyekeztem pont emiatt kitérni minden egyes apró szabályra is, hogy már ez alapján a videó alapján is tudjatok játszani vele. Ami kevésbé tetszett, az a kinyomókarton minősége. Néhol nagyon óvatosan kellett kinyomkodni a különböző lapkákat, hogy ne sérüljenek. Nem adta magát olyan könnyen. És bár a játék 2-től 4 főig játszható, véleményem szerint 3 vagy 4 fővel működik a legjobban. Az akciókártyák által behozott szerencsefaktor is, bár nem túl erős, de jelen van, ez egyeseket zavarhat. Bár véleményem szerint az, hogy a többiek körében is hajthatunk végre akciót, plusz a technológia lapkákat is tetszőlegesen használhatjuk fel, elfogadhatóvá teszi a kártyák által behozott szerencsefaktort. Egyedül talán a 2 fős játékban érezhető ez jobban, ott érdemes lehet 3 helyett 4 vagy 5 lapos kézlimittel játszanunk. A Cylon egy igazi családi, vagy inkább már-már gateway játék, egymáshoz kiválóan passzoló játékmechanikákkal, amiben egy, a nehezebb játékokat kedvelő játékos is talál majd bőven kihívást. Ráadásul alig egy óra alatt lejátszható, gyönyörű és könnyen tanítható is. Ha tehetitek, mindenképp próbáljátok ki. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, kövess Facebookon is, hogy hamarabb értesülj a bemutatókról, és köszönöm a figyelmedet!